Március 7-én szerdán Raffay Ernő történész tartott előadást Baján, az Ady Endre Városi Könyvtárban, melyre sokan voltak kíváncsiak. A szabadkönyvességről és hát közvetett módon Trianonról írok könyveket, és meghívtak ide, de nagyon sok helyre meghívnak, nem sokára Kanadában megyek, nemrég Stockholmba voltam, szóval ahol magyarok vannak, meghívnak, és én meg örömmel jövök, mert nyugdíjba mentem a Református Egyetemről, több időm van, és szeretek előadásokat tartani. Érdekli az embereket így a szabadkönyvesség, vagy elsősorban Trianon csalja be őket, hogy látja ezt? Megítélésem szerint mind a kettő. Trianonnal már 40 éve foglalkozok, és a magyarság egy részét érdekli, más részét nem érdekli. A szabadkönyvesség pedig misztikussága miatt érdekli az embereket, mert hát mindenféle könyveket lehet a szabadkönyvességről olvasni, de a magyarországi szabadkönyvességről levéltári források alapján nem írt senki könyvet. Tehát megpróbálok sokat idézni a négy monográfiám közül a kettő megjelentben, és úgy látom, hogy az emberek ismerni akarják a saját múltjukat, a történelmüket, és hát az a helyzet, hogy a szabadkönyvesség és Trianon olyan értelemben összefügg, hogy voltak olyan szabadkönyvesek, akik Magyarország meggyöngítésében 1918 előtt részt vettek. És én ezt a fajta kérdést teszem föl, hogy mennyiben járultak hozzá Magyarország szétdarabolásához. Nem ők darabolták szét Magyarországot, de az ország meggyöngítése, tehát közvetett módon hozzájárultak. A Trianon szakértőt arról is megkérdeztük, vajon lát-e esélyt arra, hogy az 1920-ban elcsatolt országrészek, akár csak egy része is, valaha visszatérhet az anyaországhoz? Látok esélyt, abban az egy esetben nem látok esélyt, hogyha lemondunk róla. Csak szeretném mondani önnek, hogy a románok az első világháború előtt majdnem 10 országban éltek szétdarabolva, és 1855 és 1920 között, tehát két és fél-három emberöltő alatt megcsinálták azt a nagy Romániát, amelyben majdnem minden román, néhány százezer balkáni románt leszámítva, Timok völgy, stb. Együtt él. Na most a magyarokban két háború között megvolt az a szándék, hogy vissza kell venni azt, ami a miénk. A mostani magyarok nagy részében már ez nincs meg, de vannak még más bajok is ezen túlmenően. Ha a magyarság nem szaporodik, akkor semmi esély arra. Akkor nem is érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hogyha a Kárpát-medencei magyarság szaporodása megfelelő lesz, és a nyelv megőrzése és a nemzeti tudat megőrzése megmarad, és hát fejlődik, akkor valamikor a jövőben én látok esélyt. Raffay Ernő 1990 és 93 között politikai államtitkárként szolgált a Honvédelmi Minisztériumban. A délszláv háború idején szorgalmazta egy horvát-magyar szövetség létrehozását Szerbia ellen, hiszen szerinte ekkor lehetősége lett volna Magyarországnak a trianoni, illetve annak utódja a párizsi békeszerződés fegyveres felülbírálására. Igen, ez fedi a valóságot, én nem tagadtam. Hát akkor persze nyilvánosságra nem került egy semmi, én akkor azt szerettem volna, hogyha az összeomlás küszöbére jutó Szerbiával kapcsolatban érvényesítjük a történelmi jogainkat, mert én így fogom föl a dolgot. A Jugoszláviában 45 után a magyarokkal úgy bántak, mint az állatokkal, főleg Titoék és Milosevicék. Ugye, hát a magyarokat behívták a hadseregbe, és az első frontvonalba dobták, és a magyar katonai hírszerzés az Antal kormány idején hozta azokat a jelentéseket, amiket én minden nap ott találtam az íróasztalomon, és elolvastam, amiben ez szerepelt benne, hogy a magyarokat az első vonalba kvázi ilyen fronttölteléknek, golyófogónak bedobják. Hát ugye ezekre hivatkozva, a magyar alkotmányra hivatkozva is lehetett volna valamit keresni a szerbek ellen, és az akkori szerb-horvát háborúban talán még a néző emlékszenek rá, hogy volt ez a bizonyos Kalasnyikov ügy, tehát több tízezer Kalasnyikov gépfegyvert és több millió lőszert adtunk a horvátoknak, ebben abból a célból, hogy Jugoszlávia darabokra hulljék, és a horvátok meg tudják védeni a függetlenségüket. Tehát a horvát-magyar mostani jó barátság az ide megy vissza, ezt Horvátországba tudják, Magyarországon nem annyira. Raffay Ernő előadását teljes egészében március 15-én láthatják a Dél TV-n, az este 7 órai híradó után.